Sziasztok! Nézzük ezt a kiváló feladatot, és nagyon tanulságos. Azt lehet belőle észrevételezni, hogy olykor ezek a tájékoztatások nagyon félreérthetőek, ha az ember nem figyel oda. Tehát azt mondja ez a feladat, hogy egy erdőgazdaság elhatározza, hogy az erdőből fenyőfákot vágnak ki. A környezetvédelmi tiltakozások hatására a gazdaság vezetője igyekszik megnyugtatni az érdekelteket. Az erdő 99%-át fenyőfából áll, a favágás után pedig az erdő 98%-a még mindig fenyő lesz. Az erdő hány százalékát akarják kivágni, ez a kérdés. Remélem értető volt, hanem akkor olvassátok el. Meg is állíthatjátok a videót, próbáljátok megoldani. Most mondom a megoldást. Mivel hogy százalékos feladat az egyenes arányossághoz hasonlóan gondolkodva megoldható, akkor vegyünk egy adott számot, amivel könnyű számolni, hát a százal baromi könnyű számolni, mert annak minden százalék éppen annyi, amit akarunk. És hát előtte még elfelejtettem kitölteni, itt miről szól a feladat. Azt mondja, hogy vágás előtt, hát nyilván az összes volt mindig 100%. Ebből a fenyő feladat szerint 99%, a többi, ami nem fenyő, hát az nyilván az a maradék 1%. A vágás után az akkori mennyiség az megint csak 100%, csak az már egy másik mennyiségnek a 100%-a, tehát az egyszerese. Viszont ott a fenyők számban csak 98%. Tehát a többi fa, az 2%. Na, és ezt kezdtem el mondani csak ideje korán, hogy a vágás utáni fákat, vegyük úgy, hogy 100 szál fa van, vagy darab, vagy ki hogy szereti ezt mondani, akkor nyilván ez a fenyők mennyisége ebben az esetben 98. És miért vehetem 100-nak még egyszer? Mert mindegy, hogy mennyit írok, százalék az arányosság, tehát azzal semmi nem lesz elrontva, hogyha valójában nem ennyi a fák mennyisége, a feladathoz nekünk az bőven jó lesz, mert csak azt kell megnézni, mi történt itt a arányokkal, hogyan változott, tehát hanyad része lett, amit kivágtak az eredetinek, tehát hogy hány százalék, hogy az, hogy hanyad rész, meg százalék, annak elég erős köze van egymáshoz, hiszen a hanyad rész, azt a szorzom 100-zal, akkor hopp, már is 100%, amiről beszélünk. No, tehát itt csak a fenyőket vágták, a többihez nem nyúltak hozzá, akkor az eredetileg ugyanúgy 2 darab volt, mint ami a vágás után lett. Hiszen mi más lett volna, hogyha miből lett volna 2 darab. Viszont akkor az itt a kérdés csupán, hogy ez a 2 darab, ami az előbb még ugye 2% volt, most meg már csak 1%. Akkor az vajon miért? Miért csak 1%? Hát mert olyan valakinek az 1%-a, aki nyilván nem lehet ugyanaz a szám, mint az előző, ez a 100 darab. De kinek az 1%-a a 2 darab? Hát ki az a szám, másként kérdezve, akit elosztok 100-zal, hiszen akkor kapom meg az 1%-ot, hogyha az alapot elosztom 100-zal. És azt kapom, hogy 2. Tehát hiszitek vagy sem, de ez a szám, ez bizony a 200. Tehát 200-nak az 1% az a 2. És hát akkor azt is ide írhatjuk, hogy mennyi a fenyő, az a maradék a 200-ból a 2, 198, de ez most nem annyira fontos számunkra, hanem az, hogy mennyi volt az eredeti mennyisége a fáknak. És itt van, hogy az 200, inkább ezzel melyikkel jelöljük ezzel mondjuk, 200, és lett belőle 100, ugye? Tehát azt mondja, hogy 200 volt eredetileg a fák mennyisége, és bizony lett belőle 100 darab. Tehát azt jelenti, hogy 100 darabot vágtak ki. Már pedig 100 az ugye pont a fel a 200-nak, tehát ezek szerint a válasz az, hogy a felét, tehát az 50%-át kivágták a fáknak. Ugye?
Itt a feladatnak vége van igazából, de itt attól még azt megkérdezhetnénk, én meg is kérdezem akkor, hogy ez a kivágott fa mennyiség, ez olyan mekkora hanyad része vajon az eredeti fenyőknek. Tehát mennyit vágtak ki a fenyő? Tudjuk, hogy fenyőkből vágtak ki feladat szerint, és itt a feladat azt kérdezi, hogy az összes fának hány százaléka volt, amit kivágtak, de én most úgy kérdezem, hogy ha csak a fenyőket tekintjük, akkor azoknak hány százalékát kellett kivágni. Mert nem lesz sokkal több, mint 50, de valami mégis több lesz, hiszen az összes fenyő az kevesebb, mint a többi fával együtt, ugye? Akkor mit kell csinálni? Vehetjük a számokat is, vehetnék a százalékokat is, tök mindegy. Akkor azt kell megnézni, hogy ez a kivágott mennyiség, a száz, ugye? Ez hanyad része a 198-nak. És az, hogy hanyad rész, az nem más, mint a százat hoztam a 198-al, mert a 198 az alap, ugye? És az alap az azt jelenti, hogy ő hozzá viszonyítom, és mint látjátok, alulra tettem, hiszen alapra építkezünk, és így lenne hányad, hogy lesz ebből százalék, azt én beszózom 100%-ot, tehát a 100%-nak a hanyad része, azt keresünk. Hát itt lehet mondjuk egyszerűen kettővel, meg ilyen akármi, de olyan mindegy, beütöm a gépbe, azt csókolom. Mert most kimondta, hogy nem lehet gépet használni. Aki azt mondta, azt, arra nem figyelek oda a szónapot. Jó, és hát amit kaptunk, az valóban csak egy kicsivel több, mint a 50, de azért már megkérdeztem, akkor válaszoljunk-e. Tehát 50,5. 0505050505050050, és azt ugye úgy előjük, hogy akkor ez a 5050, ahogy megy a ménkőbe, a végtelenbe, azt jelöl ez a két pont. Jó, tehát itt már túl válaszoltunk a feladaton, de nézzük meg másképp is. Tehát még ennél is egyszerűbb a feladat, mert valójában csak az a kérdés, tehát úgy is értettünk a kérdést, hogyha van ez a két darab, ami itt a vágás után 2%-ot ér, a vágás előtt pedig csak 1%-ot, akkor az alapok között mi lehet az összefüggés? A későbbi esetben, mikor 2%-ot ért, az az alap, az volt itt jelenleg a 100. A másik esetben, az előző eset a vágás előtt csak a felét érte, akkor nyilván a kétszer akkorának kellene lenni. Tehát nem kellett volna semmit számolni, csak szavakban lehetett volna mondani az egészet. Csak így, hogy le van írva, látjátok, miről van szó, az egész sokkal érthetőbb. Tehát, hogyha találkoztok ilyen feladattal, és így szavakban próbáltuk össze az egészet, hát pusztán csak azért nem megy, mert nincs, amit látnátok magatok előtt, és egyszerűen annyira vizuálisak vagyunk, hogy könnyebben megértjük azt, amit látunk, mint amiről csak beszélünk és halljuk. Jó? Na viszont, ha valakiben esetleg az a érzés támad, hogy ezzel a számosítással, azt mondtam, hogy vegyük 100-nak, ezzel egy kicsit csaltam, akkor nézzük meg egyenlettel. Tehát ez igazából már a harmadik féle megoldás, hogy elmondom szavakban. Egyenlettel mondjuk azt, és most nem lesznek itt eredetileg számok, csak az, hogy a vágás előtt állapot, akkor legyen E az erdőnek a teljes fa állománya. És a feladat szerint ennek a 99%-a, tehát a 0,99-szerese az akkori fenyők számának, tehát a eredeti esetben ez F1. Ugye azért lesz F1, mert majd változik a fenyők száma, hiszen ezeket ki fogják itten vagdosni. És a többi fenyő, azt a másik videóban is elsütöttem ezt a hülyeséget. És azért csinálom ezt a videót, hogy ne bénázzak, és most is szétbénázom az egészet. Hihetetlen ember vagyok, hihetetlen. Hát azt mondja, ennek az eredeti fa mennyiségnek a maradék része, tehát az 1%-a, ami ugye 1%-od szoros, az nem lesz, az lesz a többi fa, ami nem fenyő.
És igazából ez fogja a kulcsot adni, ez a többi faj, nem is a fenyőre kell koncentrálni. És aztán a vágást, hova ugrál ez itt nekem? A vágást, hogy mennyit vágtok ki, az legyen X. X jelentse azt, hogy ennyi fát vágtok ki. Hogy írják azt a önbetűt, így. És miért lett egy színváltozás? Ja, csak mikor írok, akkor már értem. Ennyi fát vágtok ki. És persze tudják, hogy ezek vágtok ki. És persze tudjuk, ezek csak fenyők. Látszik, hogy nagyon fontos, hogy kipon most írogat. Oké. Tehát akkor mi lesz itt a vágás után? Ez azt jelenti, hogy a vágás után az erdő fájnak a mennyisége csökkent ez az X-el, hiszen kivágták. És ha ennek vesszük a 98%-át, 0,98 százalékot tehát, akkor kapom meg a vágás utáni fenyőknek a számát, ami F2, hiszen a, nyilván, ha már írtottak bőle, akkor nem lehet ugyanaz, mint az előző F. És hát akkor a maradék, a többi fa, ez az E-X, tehát az eredeti mennyiségű fa, tehát a faállomány, az eredeti faállomány, bőr kivágott fák száma, és annak, ha veszem a 2%-át, akkor az a többi fa. De az viszont ugyanaz a mennyiség, mint az előbb, hiszen azokat nem bántották. Senki hozzá se nyúlt, meg is hivatalosan legalábbis. Ki tudja, hogy valami történt, de a híresztelések szerint az nem nyúltak hozzá. És hogy ez megegyezik az előzővel, akkor pont annak a segítségével fogjuk tudni ezt itt nagyon könnyen kiszámolni, mert ez, amit most itt bejelölgetek el, meg ez a másik, ezt ilyenkor szokták egyébként, mit tudom el, megnevezni valamit, egy csillag egy egyenlet, a másik meg, akkor csillag kettő egyenlet, ezek egyenlőek, ugye? Íme, tehát mind a kettő tével egyenlő. Csillag is egyenlő tével, meg a csillagban írt krikszokszok is egyenlő tével. Akkor ezek egymásra is egyenlőek, hát ez is té, meg az is té, akkor az té, az kész. Hát ezt használjuk akkor ki, az annyit jelent, hogy itt a rajzolásdik. Írjuk le, hogy ez a két sor, a csillag egy, meg a csillag kettő egyenlőek. Tehát a csillaggal jelölt egy csillaggal, meg a két csillaggal jelölt nem sor, ez mind egyenlet, az megegyezik. Mit jelent ez? Mit látunk a egyes csillag, egy csillag egyben? Az, hogy E-nek a az 1%-a, tehát 0,1, és itt a csillag kettő, két csillag, az meg azt mondta, hogy az E-ből az X, tehát a kivágott fákkal csökkentett erdőállomány, az akkor már 2%-ot tette ki, 2%-át tette ki, hiszen hogyha csökkent az összes fa, de abból valamik megmaradtak, azok már súlyozottabban szerepelnek ott, mint eredetileg, ugye? No, hát nem szeretünk törtezgetni, kudlonti főleg nem, ezért beszorozzuk százal, akkor szép egész lesz minden. Tehát az a 1 század, szóval 100 az olyan egy, mint a buzad. Tehát E lesz csak a jobb oldalom, vagy bal oldalom. Jobb oldalt szorzok, akkor ez 0,2 század, szóval 100 az meg 2 fog érni. Ezért találták ki a szorzást, kérem szépen. Ők a 100-at. Bontsuk fel az árujat. 2 E minusz 2 X. Nyilván egy oldalra hozom a egyformákat, ne éljenek szegények diaszpórában, szétszóródottságban. Levonjuk ezt a 2 E-t. Itt lesz akkor minusz E. Minusz 2 X, hiszen ott X-el nem csináltunk semmit. És osztok mínusz 2-vel. Hát ha mínusz 2-vel osztok, akkor azt kapom, hogy mínuszban a mínusz meg van pusztor, hát ezt gondolom, azt nem kell magyarázni. E per 2 lesz a x, vagyis az eredeti faállománynak a fele. Mi a fele? 50%, tehát a válasz 50
50%, amit kivártok. De ugye minket nem lehet meg, tudtuk, hogy ez az eredmény, csak akadékoskodó kedvéért teszem. És akkor igazából véget is ért itt a videó. Írjatok kommenteket, ha tetszett, ha nem tetszett, akkor is. Jó? Na, a viszont csókolomra.